Szia! Újra itt egy újabb recepttel. A mai videóban sütni fogunk egy egyszerű pogácsa receptet hoztam neked. Sokan keresik a tökéletes vonati pogácsa receptet. Én egyszer nagyon régen megtaláltam. Fent volt a neten. 3 tepsi pogácsa fél óra alatt elfogyott, de sajnos elvesztettem a receptet, és azóta se találom. Szóval elkezdtem kísérletezni a pogácsa receptekkel. Rengeteg receptet megsütöttem, de egyik se volt az igazi. A mai videó is egy kísérlet. Szóval kezdjünk is neki. Nézzük meg, ez lesz-e a tökéletes fornetti pogácsa. Mivel először készítjük el ezt a receptet, így csak fél adagot készítsünk, mert ha nem sikerül, akkor csak kevés hozzávalót kell kidobni. Langyos, cukros tejben az élesztőt felfuttatjuk. A lisztet egy tálba szitáljuk, a sót hozzákeverjük, majd a többi hozzávalóval könnyű tésztát gyúrunk. Tisztezett munkalapon jó vékonyra kinyújtjuk, megkenjük a puha margarinnal, majd összehajtogatjuk és 20 percig pihentetjük. Ezt a műveletet még kétszer megismételjük. Ezután 1,5 cm vastagra kinyújtjuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, megkenjük tojással, majd 20 percet hagyjuk kelni. Majd hideg sütőbe rakva megsütjük, nem előmelegített. Az első tepsi elkészült, ahogy látod, nekem nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Menet közben valahol elvesztem. Ha neked sikerül, akkor írd meg a komment szekcióba. Az íze finom, a kinézete se rossz, csak nem olyan, mint a fornetti pogácsának. Mára ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnézted. Találkozunk legközelebb. Szia!